Andrews passzába belenyúlna a Galloway. Csere mindkét oldalon. Itt van még egyszer Davis kosara. Davis már 7 pontos, őt nem nagyon tudjuk tartani. Bejött Csomag is ugye a magyar csapatba, és bejött Dobos. A másik oldalon Kuxix. És ha jól láttam, akkor Campani érkezett. Zónázik egyébként az olasz csapat, ha nem mondtam volna. Ott van Reynolds. Ez szép játék. Ha föl tudja tenni Csomag is, nagyon csúnyán sapkázza őt Galloway. Megugrasztotta ugyanaz emberét, de azt nem figyelt, hogy a háta mögött kiáll. És bizony ez tiszta szerelés volt ott. Ahogy kell. 13-18. 5 pontos vendégel. Jó lenne ezt az 5 pontot eltüntetni a negyed végére. Például úgy, hogy Butorász labdát szerez. Robok Halik. De nem kell, hogy segítsen. Mert Butorász átviszi a gyűrű alatt, és biztosan dobja be az ittszert. Így biztosan. Na, még egy-két ilyen labdaszerzés kéne, nem csak labdaeladás. Cavaliero megint a 2-2. Hál' Istennek most nincs belőle kosár. Csomag is szedte a lepattanót. Reynolds nézze, hogy kit indíthat. Hát nem ért föl senki. Viszont jól megy be Csomag itt, de ez így lépés. Nem, nem, falt, hál' Istennek. Nekem lépésnek tűnt, de akkor én láttam rosszul ezek szerint. És itt van ez a gyönyörű Butorász labdaszerzés, és nagyon okosan nem teszi föl, nem adja meg a lehetőséget. Láttuk, hogy Galloway mekkorát tud sapkázni. Itt van Csomagics. Alkan mondom, hogy nekem még mindig lépés volt a lassítás alapján, de hál' Istennek nem fújták a játékvezetők. A büntető meg maga biztosan három pattanás után hullik a gyűrűbe. Hazai gyűrű 16-18. Ha bedobja Csomagics a másodikat, akkor egy pontra jön föl a Falkó 3 percen a negyed vége előtt. És bedobja Csomagics. Csomag itt nagyon jól játszott az előző meccsen, a Södertelje ellen. Waynes. Kéri Kuxix. Őt egyébként most november elején igazolta már, mint hogy a letválogatott Kuxixot. Ha vár ézzel közben, ha Dobos le tudott volna hajolni, de nem tudott. Akkor elvihette volna a Falko labdát, így viszont Campani szerez kosarat. Dobos László ugye a legmagasabb a mezőnyben 222 centiével. Ez ugye a bizonyos szituációkban előny, itt most hátrány volt. Halik, neki nagyon jó a keze, lepattan, Dobos kiütik a kezéből, marad a Falkonál a labda. Ez jó, ha Dobos oda beáll és szerez támadó lepattanókat. Campanival küzd egyébként. Utorác, Csomagics, Halik, szépen Dobosnak, és ott a zsákolás. Dobos László kosarával megint egy pontra zárkózik a Falkó, 2 perccel a negyed vége előtt. Waynes, hoppá, de kellett volna, és miénk a labda, az nagyon jó, de még jobb lett volna, el tudjuk vinni. Bravo Simon Kristóf. Ez az eszke, félpen el kell venni a labdát, könnyű zicsereket dobni belőle, és megvan a mérkőzés. Persze könnyű ezt mondani innen. Simon irányít, Csomagics. Arad a zóna. 2-3-as zóna már érzéni. Jaj, de szépen lejátszották, és ugye most nem zsákol Dobos. Csak bepöttyinti a labdát, de átveszi a vezetést a Falkó. 21-20. Waynes. Cavaliero. Kuxix. És benn van, beesett sajnos, hiába húzta a gyűrűre Campani. Nagyon ezeket az alap 2-2 helyzeteket le tudja játszani úgy a Várézza, hogy általában könnyű zicser a vége, vagy könnyűnek tűnő megoldás a vége. És sajnos újra olasz előny, ráadásul plusz egy büntető. Hál' Istennek lejön Dobosi a lepattanó. Simon. Gyönyörű játék, és Halik kezéből kiszedik a labdát. Tessék nézni a segítéseket, hogy rögtön ott van egy másik olasz, ha véletlenül valamelyik Falkó játékos megverni az emberét. Most is ketten zártak össze ugye Halik előtt.
és az oldalról érkező segítség tudta kiütni a labdát, ez pedig egy taktikai jellegű falt. Sajnos ez már ugye az ötödik csapathiba, úgyhogy két büntető jár érte. Egyébként meg könnyű zicsel lett volna. 22-21-es vendégelőny. Malik Waynes. Ő a Villanovára járt, megfordult egyébként az NBA-ben a Philadelphia 76ers-nél, aztán D-League, Puerto Rico következett, és volt utánpótlás amerikai válogatott, tehát azért úgy tessenek ránézni, hogy ő sem egy tehetségtelen játékos. Csomagic. A dobos! Csak azt a labdát kéne megfogni. Pedig ez most nem volt annyira eldugva bokához. Ott meg is volt, és aztán a labda leütés után, nem tudom, oda ugrott valaki, talán az zavarhatta meg dobos, de ezt akkor is be kellett volna fejezni. Ezek nem félnek bele, hogyha Falco itt bármit szeretne keresni. Cserélt is ugye Kálmán László. Nagyon sokat cserél egyébként a Falco. Waynes és gyönyörű szerelés! Kuxix ugyan visszaszerzi. De Wright nagyon jó ütembe ért oda. Figyeljünk ezekre a 2-2-kre, megint ott van Davis. Most jól tolódott a csapat, viszont megint támadó lepattanó az olaszoknál Campani. 40 másodperc a negyedből. Cavaliero mutatja, hogy hova kéri a blokkot. Kapja a blokkot, és aztán eladja. Váradi elég szorosan fogta, hál' Istennek. Annyira szorosan, hogy meg is zavarta Davis. Tehát kicsit idegesen nézett ki a bíróra, hogy tessék, nézd, ez a sárga mezes ott piszkálgatja a kezemet. Itt van, itt van. Épp hogy elérte Wright, de elérte, és ez a lényeg. Váradi, kevesebb, mint fél perc a negyedből. Simon. Kéri Csomagics, kéri Váradi. Jó a kiosztás, nem teszi föl. Aj, ezt túl cifrázta most Csomagics. Azt már dobni kellett volna. Váradi nagyon jó ütembe passzolta ki neki. És láttuk, hogy Csomagics be tudja dobni középtávolról, távolról, tehát neki onnan bele kellett volna állni. Pláne így. 4 másodperc, Kuxix kiosztja, ne legyen hármas, ne legyen hármas, nem lesz hármas, hál' Istennek legalább még egy olasz kosár nincsen. Az első negyed, hát elég pontgazdagon indult, és még mindig elég pontgazdag, de azért hál' Istennek az utóbbi néhány percben már nem dob olyan sokat a Várjéze, mint dobott az első felében a negyednek. 23-21-es vendégelőny, hallgassuk Kálmán László időkérését. Időkérését, megpróbált átpattintani Randus a lába között, úgyhogy akár tovább is engedhették volna. Köszönjük meg, mert így jöhet oldalról a Falco. Luca Campani jön vissza, Davis váltja a Várézénél. Kutorács Randus. Halik. Egyelőre marad a zóna a Várézénél. Ez most szép játék, csak nem tudják megszeridíteni a labdát a Falco játékosok. Lejön a tripla. Halik nagyon rutinosan taszajtott egyet Galloway-en, de csak hogy finoman testtel. Sajnos nem sikerült visszaszerezni. Labdát egy sapka! Halik! És 4-1 ellen! Jó a kosár! Csomagics! 29-28-ra vezet a Falco a második negyed közepén, 5,5 perc telt el ebből a játékrészből, amikor Paolo Moretti időt kér. Igen, Dino. Jó, jön a zárkó. Vagy zárkó, oké? Okay. Hát, screen for Dino, Dino, Stegger, oké? Okay. Try to curve, layup, shot, oké? Okay. Not too quick part, oké? Gyere, 3-4, hop! No, hát ez
egyszerűnek tűnik, amit felrajzolt ugye Kálmán László, aztán majd meglátjuk a gyakorlatban, itt vannak azok a dobások, amelyekkel most már az Istennek vezet a Falkó. Ugye Haliknak ez volt az első kosara a mérkőzésen, és most már 9 játékos is dobott kosarat, és a 12 nevezett Falkó játékosból 11 már pályára került. Thompson. Cavaliero, hál' Istennek rossz a patintott átadás, nem tudta megfogni Campani. Randall, most el lehetne húzni egy picit. Halik. Nagyon messze kimegy Galloway, Randles. 10 másodperc. 8. Halik továbbosztja, Butorac. Nincs tripla. Talán ezt Halik elvállalta volna, neki jobb keze van kintről, vagy az utóbbi hetekben talán jobban dobott kintről, mint Dino Butorac. ...29-28, még mindig magyar vezetés, Cavaliero, hoppá! Hát, váratlanul, de miután messziről védte, nagyon messziről próbálta meg védeni a trájt, eldobta, és sajnos ez jó volt, 31-29 már a Varézének. Csomagics a sarokban, Halik messziről. Neki nem jött be ez a váratlan tripla. Cavaliero. Galloway. Nagyon gyorsan felhozták az olaszok, még mindig van 15 másodperc a támadó időből. Campani. És sajnos bedobja. A magas emberek is kiválóan dobnak távolról. Két triplával megint elhúzott a Varese, 29-34 a táblán. Úgyhogy újabb időkérés. Ahogy végzetesen elmenjen a Varese, most természetesen Kálmán László kérte ki az idejét. First pick is trap, okay? First pick. Csak egyszer. Only one time. Ball three trap. After flag. A játékok gyorsabban kezd el a játékukat. Set it off faster. Túl lassú, nagyon lassú megint. Játsz egy ötös. Végig, oké? Okay? Igen. Yeah. Ott te legyél a befejező. Oké? Okay? Úgyhogy a négyes kiforgatja, jön pikerót játszani. Bipike kifele válsz, dobsz, ha nincsen rajta, vagy a kicsi elváltja, akkor beviszed pozitot. Jó? Gyere, be őket bónusz, vagy én? Gyere! 3-4! ...29-34, kevesebb, mint 3 perc a második negyedből. És egyelőre ezek a hármasok nem jókor jöttek magyar szempontból. Az az érdekes, hogy miközben ugye a Falkó van hazai pályán, több 3 pontot szerzett a Varese. Egészen pontosan 4-et, míg a Falkó csak 1-et, 9 kísérletből. Right. Pozíciót fog, és ott a falt. Sajnos csak a negyedik csapathiba a Varezénél. Egyelőre oldalról jöhetünk. Campani tolta a testtel, karral, mindennel Wrightot. Aki most leült, kap egy kis pihenőt, visszajött ugye Dobos, és megint eladja a labdát, nem, hál' Istennek nem adta a labdát a Falkó, de nagyon közel volt hozzá a hazai csapat. Butorac, Csomagics, az ő triplája jó, 32-34, nagyon kellett, 2 perc a fél időből. Thompson, Csomagicsal. Cavaliero, próbálják a 2-2-t megjátszani Campanival. Dobos most jól mozdult, aztán nagyon-nagyon megveri. Cavaliero viszont lejár a 24 másodperc.
Ez az bravúros védekezés volt, nem tudta rádobni, bár mondjuk Cavaliero akár föltette volna, de hál' Istennek nem tette. Szóval nem tudta befejezni 24 másodperc alatt a támadását a Varese, úgyhogy megkapja a sanszot a Falco arra, hogy egyenlítsen, vagy akár a vezetést is átvegye egy triplával. Itt van Butorac. Ez pedig a Falco tábor, amint skandálja hajrá Szombathelyt. Ugye jöttek Olaszországból is vendégszurkolók. Buzdítani a Varese-t. És akkor megadja a játékvezető a jelet. Jöhet a Falco támadása, Vince van fönn, és védekezik Simonon. És itt lassú az a játék, mindenki áll. Talán majd most Butorac fölgyorsít. 5 másodperc, lassan dobni kell. Bognár, és Falcon együtt, benn van, ez az Bognár Kristóf, 34-34, és büntetőhöz jut a Falco. Plusz egyről lett mínusz 5, de most akár újra visszaveheti a vezetést a Falco. Bognár Kristóf 2 plusz, ha bedobja egy pontos akciójával. Sajnos lejön, kár érte, 34-34. Nem baj, így is visszajött a Falco az időkérés után. Campani. Most nem dobja be, szerencsénk volt, mert megint nagyon üresen volt. Ott hagyták. Méterekre állt a legközelebbi sárga mezes. És kilépett Simon. Nagyon rossz helyre manőverezte be magát, oda a palánk alá. Összes passávot takarta egy Varese játékos. A visszapasztott labdát is elvitték egyébként, tehát hogyha nem lépett volna ki, akkor is jöhetett volna az olasz csapat. Marad a 34-34, belül vagyunk a félidő utolsó percén. Jó lenne nagy szünetre egy Falco vezetés. De ahhoz le kéne szedni a lepattanót. Vince. És megvan a labda, indul Csomagics a túloldalon, Butorac. És bedobja Butorac, nincs támadó fal. A no charge-on belül volt Galloway, ezt jól látta Butorac. Fáj is Galloway-nek nagyon. De ez jó döntés volt. Lehet, hogy egyébként egy picit mindenki ijebb lett volna, de lényeg az, hogy nem volt ebből belemenés. 36-34-es Falco előny. És Paolo Moretti kér időt. Az egész pályán lassítasz. Úgyhogy a Laci helyett jön a Coxi. Coxi, te fogod az irányítót, Monter, te fogod a másik. Megállt, jó? Oké? És vált az stressz, és vált az minden. Ne maradj ki agresszíven, oké? Igen, nincs falt, és van még egy támadás. Menjen gyorsan a labda! Bravo, Dino! Jó ritmus! Monter! Nem tudod itt elvinni. Hozz ki az ide, elváltja mindig. Hozz ki újra, és törnél be jobbra. Érted? Vagy állj meg két lábra! Gyere! Haladsz ki egész pályát! 3-4! Na, itt vannak ezek a pozícióharcok körtében, meg Csomagics remek triplája. Ahogy hallották, azzal fejezte be Kálmán László, hogy maradsz kinn egész pályán. Úgyhogy full court press lesz akkor a hátralévő 27 másodpercben, vagy legalábbis annak az elején, amíg föl nem hozza a labdát. Galloway. Butorac csak úgy tisztességből ijeszgeti. Nem fogja elkapkodni a Varese a támadást, hogy minél kevesebb idő maradjon a Falco számára. A visszatámadásra Galloway, Csomagics. Jól járatják meg sajnos Thompson. Nincs tripla. Van még 3 másodperc, 2-1. El kell dobni. Az rövid, de így is marad a szünetben. A 2 pontos hazai előny. A Falco két negyed után 36-34-re vezet a Varese ellen. Köszönhetően a második negyed hajrájában bemutatott fordításnak, és természetesen
Ernan Mátyás kollégám azonnal megszólaltatja az egyik főszereplőt, méghozzá a csapatkapitány Váradi Benedeket. Búrjában sokkal jobb volt az első fél időben a Falkó, és rájöttnek, most befújják. Hányadik? Második. Igen, ők Davis-szel egy külön párharcot vívnak. Közben csere. Mindkét oldalon Butorac és Waynes ült le. A lepattanó Randles-é. Nem fújnak faltot. Kuxis nagyon nehezen tudta kihúzni Randles hónalról a kezét. Halik. Csomagic, az még üresebb. És ott a tripla! Halikon csodálkozó, hogy nem dobálja el, de tényleg ezt kérte, ugye Kálmán László, hallottuk Váradi Kornéltól. És most megint továbbadt a Csomagicnak. Csomagicnak az első félidőben is volt a sarokból egy triplája, és most is ismételt. 46-39, 7 pontos Falkó vezetés. Ekkora különbség még nem volt a két csapat között, legalábbis Falkó előnnyel biztos, hogy nem. 46-39 a harmadik negyed közepén. Jó lenne ellépni. Zúgariaria Hungária. Cavaliero. Annyira tisztán meg tudták játszani. Nagyon-nagyon rosszul helyezkedtek ott a sárga mezesek. És lemaradt Cavaliero embere is. Na most állt meg egy kicsit a tudomány. Ez viszont óriási labda Haliktól. Csomag is befutott. Senki nem figyelt a Varézéből, és egy könnyű kosár lett a jutalma. Csomag is 12-nél, sajnos a másik oldalon gyorsan a válasz. Jelovej is 9 pontos, mint Davis. Mondom, ők ketten szerzik a pontok zömét. Nagyon sok idő elment, már csak 7 másodperc van. Csomagic, Hódi, és ez az! Ez az! Hódi Patrik is 3 pontos dob, ez nagyon kellett most. Ez is nagyon kellett. Hódi, csak 3,5 percet volt fönn az első fél időben. És sajnos Csomagicra fújják. Első személyi hibája, a csapatnak pedig. Ó, ez már az ötödik. Ez már az ötödik, úgyhogy dobás lesz érte. Zsárko Csomagic küzdött ezek szerint szabálytalanul a lepattanóért. 8 pontos magyar előnynél dobhat Brandon Davis. Remélem, ha már annyit küzdött Wright-tal, akkor úgy dobja, mint Wright az előző kettőt. Bognár jön vissza, Wright kap pihenőt. Davis szerintem eddig nem cserélte ebben a negyedben Paolo Moretti. És eddig úgy dobja Davis, mint Wright. A második már jó, de ebből csak egy pont született. 51-44. Randles. Most megint embert fog a Varese. Csomag is leszedi a fejét. És bedobja! Hát a végén lelassított, kisodródott. Nem volt igazi dobó helyzetben, nem tudta, mit csináljon, de már felugrott a levegőbe, úgyhogy el kellett dobni. Gyönyörűen fejezte be Zsárko Csomagic. Davis Bognára, ott a falt. Kéne a segítség Davis-szel szemben. Wright is nehezen fogta meg egy az egybe Bognár. Bognár nem nagyon tudja, vagy legalábbis nem úgy tűnt az előző szituációban. Gyenge oldalról nem jött ember, hogy segítsen, és akkor már ugye vert helyzetben volt Bognár, amikor odaütött. De ha megint csak egyet dob be Davis, az nekünk tökéletesen jó. Az elsőt bedobta, akkor a másodikat hagyja ki. Erre kérnénk innen 53-45-nél.
Sajnos nem hagyja ki, bedobja mind a kettőt. Brandon Davis 12 pontjával a legeredményesebb játékos a Varese-ben. Ami viszont jó hír, hogy ez a Varese egyelőre nem úgy tűnik, hogy 86 pontot fog dobni, mint amennyi az átlaga az előző 4 fordulóban. Mert hogy 46-on tudta tartani a Falco. Ugye a második negyedben 11 pontot dobott csak a Varese. Most 12-nél jár, igaz, most még 3 perc vissza van. Davis pihenőt kap. És pihenőt kap egyébként Ramon Galloway is. Visszajött Malik Wains. Thompson van benne, és Campani. Magas posztokon. Csomagic. Halik. Az az ő szöge, és az ő három pontosa, ez az Reinhard Halik. 56-46, megint 10 pont, ez volt a Södertelje ellen is, remélem most meg is marad a végére. 56-46, 10 pontos Falco előny. Kuxix. Campani, úgy gyönyörű volt ez a horog, ahogy lefordult és ahogy föltette. Nagyon ott hagyjuk egy az egybe védekezni az emberét. Csomagic. Kosár nincs, de van két dobás. Ez is jó, ha bedobjuk a büntetőket, akkor tökéletes. Kuxixnak a harmadik faltja. Nehogy kipontozzuk, mert ő egyébként nem túl jól játszik ma, tehát szerintem nem feltétlen a baj, ha Kuxix fönnmarad. Igazából Davisre, Galloway-re kellene több faltot fújatni. Jó, a büntető 57-48, 9 pontos. Magyar előny. Wains. Nagyon ott hagytuk, nagyon ott hagytuk. Cavaliero-t, jön is belőle a tripla, ezekre figyelni kell. Rálépett a vonalra? Nem. 3 pontos mutatott a bíró. 57-51. Csomagic. Alig kiesik a pályáról sajnos, labdával a kezében, úgyhogy jöhet a Varese, 1.44 van a negyedből. Most egy picit tanástalanabb támadásban a Falco, vagy keményített a védekezésen a Varese. Nézőpont kérdése. De jó lenne, megmaradna ez a jelentősebb, nem egy kosárnyi, vagy hanem nagyobb különbség a harmadik negyed végére. Cavaliero. Szerencsé, hogy nem dobta be Thompson. Nem juthatott volna be a labda. Lemaradt Thompson embere, teszi is fel a kezét Halik. Lemaradt Halik. Ugye Bognár próbálta elállni a passzsávot. Hódi egy kicsit szintén hátrébb helyezkedett, Bazsó. És Thompson kiadja a másodikat, a lepattanó pedig Bognáré. Ez az, keményen kell. 57-52, Bognár beleáll a triplába. Annyira lendületben volt még, hogy azért volt egy kicsit hosszabb a dobás. Viszont a lepattanó a Falcoé. Simon. Egy perc van vissza a harmadik negyedből, 5 pontos magyar előny. Hódi. Simon. Csomagic. Right. Oj, visszanyomják. Visszanyomják, és lejárt a 24 másodperc is. Úgyhogy hiába pattant volna ki Campaniról a labda. Már közben megszólalt a Duda. Bő fél perc a negyedből.
Waynes. Egy az egybe Simonnal, úgy szépen próbálta meg Campaninak játszani a labdát. Ezek szerint beleért egy magyar kéz. Szombathelyi szurkolók szerint az a kéz az nem sárgamezes játékosé volt, most meglátjuk még egyszer a lassításban. Gyanús volt, hogy Campani rögtön által megértette a kezét. 8 másodperc a Varese támadó idejéből, 24 a negyedből. Ott a pozíció középen. Nincs belőle kosár, ki a labda, lemaradtunk. Szerencsére Bognár Kristóf ki tudja sodorni a labdát Davis kezéből. Most is reklamálnak a hazaiak, ez mostán egyértelmű volt. Bognár minden esetre nem reklamál. Marad 12 másodperce a Varese-nek. Picivel több van a nagy órán, de ezt végig fogják játszani az olaszok. Cavaliero a 2-2-t próbálja megcsinálni. Jó a védekezés, Davis ott marad középtávolon. És lejár az idő. Nem csak a 24, illetve a 14, hanem a nagy órán is. 57-52-re vezet a Falkó KC Szombathely a harmadik negyed után is. Tehát nem csak, hogy megmaradt az előny az utolsó játékrészre, hanem még egy picit nőtt is. 5 pont a különbség a két csapat között. Fölpattanó labda. Az pedig nem a pálya tartozéka, így jöhet a Varese. Egyelőre tartogatja az időkéréseit Kálmán László a hajrára. Paolo Moretti sem gondolja úgy, hogy szükség van az időkérésre. Nem is nagyon hiszem, hogy kikéri, hiszen most lendületben van a csapata és faragja le a különbséget. Kuxix. Alig messze kikíséri. Ott a mismatches szituáció, Campani. És a lepattanó a Falkóé, Csomagics. Remélem rápihent a hajrára a Zsárkó Csomagics. Ő a másik pontgyáros, ugye a mai meccsen Wright mellett. Alig. Ott van Csomagics, nem kapja a labdát most. Cavalieroval szépen fordul le. Befújják a faltot Cavalieróra. Ezzel jó járt most a Varese, a harmadik csapaszhiba még csak az olaszoknál, és nincs könnyű kosár, pedig itt elment Csomagics, és ebből zsákolás lett volna, vagy minimum egy sima zicser. Első hibája Cavalierónak. 4 percen belül vagyunk már, nagyon kellene egy Falkó kosár, nem egy eladott labda, egy kosár, Randles! Feldobást fújnak ki a kedvezményezett, sajnos a Varese. Nagyon kell figyelni ezekre a labdákra, hát nem lehet ilyen 20 centiről gyomortájékon oda dugdosni a labdát. Elviszik. Ugye majdnem ilyen szituáció volt, amit előbb említettem a Södertelje ellen, amikor Váradi kezéből vették ki a labdát. Most is kísérje, hogy nem indult a Varese. És Paolo Moretti kéri ki az idejét, úgy érzi, hogy talán megfoghatják most a Falkót. Reméljük, hogy Kálmán László, hogy hasznosan használja fel ezt a szünetet. Itt a labda! Akkor az irányító ne jöjjön ide! Vezesse fel a labdát az ember handoffra! Nem lehet ilyen hibákat csinálni! Ne a sarokba játsszál, most! Nézzük egy négyest! El fogják váltani a négyest! Zsárkó legyen a felső! Elváltják! Adjuk oda a zsárkónak a labdát! Zsárkó! Látjuk valóban! Ryan kilép, ez az ember kilép! Middle! Látjuk valóban! Oké? Hey! Second! Three diamonds! For Dina! Hát meleg lesz ez a vége, de remélem van még szufla a Falkóban a hajrára. Azért most már érezhetően kevesebbet cserél itt a hajrában Kálmán László, de hát eddig nagyon jók voltak a fiatalok, ugye Simonnak volt triplája, Hódinak. Nézzük most a védekezést.
Lemarad Butorác, hál' Isten kijátszák. Lejön a hármas, a lepattanó pedig a miénk. Ez az, 3,5 perc. Kosarat kéne dobni, mert az hosszú ideje nem nagyon sikerül. Csomagics, na nézzük azt a figurát. Hozzáért egy olasz láb, így van. 6 másodperc van a támadó időből, ez alatt kellene valamilyen helyzetet kialakítani. Szinte a sarokból dobja be Randles. Kéne ott egy üres elzárás. Kapja is Butorác. Aztán elindul befele. A végére nem koncentrált, meg volt a dobó helyzet. Azt csak meg kellett volna tenni. Na mindegy, még mindig van 3 pont. Kevesebb, mint 3 perc most már. Galloway. Nem tudták bejátszani Davisnek. Kuxix elindul, és... Brandon Davis bepöccinti a támadó lepattanót. Újabb időkérés. Most Kálmán László kérte ki. Sok idő lesz még itt. Mind a két edzőnek van 2-2. Basic defense, Basic defense. Oké. Okay. Not push the side. Most! Nézzük meg ezt Diamond-t Dino-ra, jó? Dino fölfut. Szélesen kinyitjuk. 1-1. Kell passzolja. Oké? Okay. Segítenek passz, ha nem? 1-1. Utána. Az első pick and roll. Megcsapdázzuk, oké? Okay. Agresszíven! Agresszíven! Csak az első? Csak az első. Nem, a gyenge oldalról segít. Akkor ne, akkor menj vele. Kontaktba legyen! Kontaktba legyen! Szerint kontakt. Oké. Gyere! 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 Nagyon kellene a pont, mert gyakorlatilag ebben a játék részben 13-9-re a Varese vezet. Több mint 7 perc alatt 9 pontot sikerül csak dobni a Falkónak. Randles. Butorác. Ott hagyják, hogy egyedül oldja meg, nem tudja. Randles beviszi, és ott a falt, a negyedik. Még mindig nincs dobás, de most már nem tud beütni taktikai jellegű faltokat a Varese. Idáig eljutottunk. És az is jó lenne, ha ilyen kis faltokat kiharcolnánk, és bedobnánk a büntetőket. Randles Galloway az szemben. Kéri az elzárást, aztán nem arra megy. Ez szép! És ott a könnyű kosár, még szerette volna rájt a faltot is. Nagyon várta legalábbis ugye Kuxiszt, hogy ütközzön. Ott akár lehetett volna egy kicsit szigorúbban fújni. Ben van Galloway, Davis. Ez kár érte, nem kellett volna az a falt, mert így plusz büntetőt dobhat Davis. Vagy akkor úgy, hogy ne tudja föltenni. Olyan kis területen oda tudják passzolni ezeket a kettő-kettőket egymásnak. Sajnos jó a büntető. 68-68. Egyenlít a Varese 2 perc, 8 másodperccel. A rendes játékidő vége. Akár hosszabbítás is lehet. Persze mi azt szeretnénk, hogy 40 perc alatt nyerjen a Falkó, de plusz 5 perc kell hozzá. Az se baj, csak akkor tényleg nyerjen a Falkó. Ez jó. Ha Randles bebújik minden támadásnak Galloway hóna alá, és azért kapunk 2 büntetőt, az tökéletesen megfelel szerintem mindenkinek. Csak be kell dobni a büntetőket. Így. Nem baj, ha pattog a gyűrűn, ugyanúgy 1 pontot ér. És lehet rém egyszerűen palánkra is, mondjuk ez nem az a csarnok.
aztán eljön a második büntető, kár érte, Cameron Randles kár érte. Kevesebb, mint 2 perc, 1 pontos hazai előny, de támad a Varese. Jó lenne most ezt a támadást valahogy kivédekezni. Ramon Galloway. Butorász vele szembe megkapja az elzárást. Sajnos nagyon jó a kiosztás a sarokba, nem meri elvállalni Vince. Kuxis beleáll a triplába, és rossz Kuxis triplája, úgy, ahogy az eddigiek a meccsen. Randles. És becsempészi, nem baj, hogy nem ment be a büntető, ha ilyeneket tud dobni. 71-68, addig több mint 1 perc, 3 ponttal vezet a Falkó. Na még egyet védekezzetek ki, és akkor meg lehet a meccs. Cavaliero simán föl tudja tenni, nem volt elég határozott Váradi, de 1 pont maradt az előnyből. Az utolsó perc kezdődik meg. 1 pontos Falkó vezetésnél. Csomagic. Randles. Ez nagyon-nagyon-nagyon bátor vállalás volt, de sajnos a Varese a lepattanó. Ott volt Wright kezében, de ütötte, nem fogta. 30 van vissza. Ki kéne védekezni. Így jó! Brandon Davis kihagyta az ittszert, és az falt. 2 büntető, csak dob be, Cameron Randles, dob be! Az tökéletes, igen, az falt. A Cavaliero azért eléggé rutinos. Mondom, 43-szoros olasz válogatott, annak idején Simone Pianigiani hívta be először. A legendás olasz edző, aki ugye a Montepaschi Siena-val érte sikereket hosszú éveken keresztül Itáliában. Jó! Jó! Úgy nagyon kéne az a második. Az azért kéne, mert akkor lehetne faltolni tripla vonalon belül, vagy messze mezőnybe a Varesét. Akkor csak 2 dobhatna. Jó! Így jó! 73-70, nyilván időt kér Paolo Moretti, ő sem okezte a szakmát. Mert akkor így majd nem kell fölhozni a labdát a Varesének, hanem a támadó térfélről jön majd oldalról. 21,4 másodperc. Fokol izgalmas lesz, és nagyon hosszú. Ne egyszerre faltoljuk! Menjen az idő, és nincs 3 pontos! Kell, fal, dobnak 2! Utána! Black marad! Black! Utána! Sárpó dobja be a labdát! Béla és a Ken marad itt! Béla is Ken, Szil! Dino! Kifele megy, akkor is Black vagy Red? Akkor vált fel Red! Akkor Red! Kifele megy Red! Red! Hey! Red! Oké? Kell! Oké? Kell, fordulj! Nincs 3-as! Ez a lényeg! Oké? Gyere! Gyere! 3-4! Hát rajtuk 5-ükön múlik most minden. Csomagicson, Wrighton, Butoracon, Randleson és Váradin. Kálmán László is azt mondta, nem dobhatnak 3-ast, inkább üssetek oda, akkor 2 büntető jön. És ne üssenek oda túl korán, azt kérte. Cavaliero. Nem igaz! Hát hogy lehet ilyen? Nem ment ki vele senki. Oké, hogy 8 méterre áll, de hát előbb már bedobott egy hasonlót. Tudjuk, hogy be tudja dobni. Miért nem mentünk oda? Nagyon messze állt Váradi Benedek. Jó, nyugi. Jó, semmi baj. It's in our hands, let's go. It's in our hands. Reynard, Ryan, Nacelli. A zsárkó dobja be a labdát. Itt lesz Edde Béla, itt lesz a Ken, itt lesz a Reynard, itt van a Dino. Jön a Reynard, elzárja a Bélát, el fogják váltani, Reynard lép ki a labdáért, Reynard is tűnt a gól. Mögé jön a Zsárkó, befut, fölvezeti a labdát, Bélával, Vikerót játszott, de kapott vissza a labdát, oké? Okay? Yeah.
Réna. Na, Bélán a világ szeme, azaz Váradi Benedeken. Pontot kell szerezni. Mindegy, hogy hogyan. Minden kiharcolt falt után büntető. Az is jó. 2-es, 3-as, az is jó. Csak pont legyen. 18 másodperc. Halik. Befújják a faltot Brandon Davisre, akinek ez a negyedik faltja. Sajnos még nem az ötödik, de így se rossz. Jó, Halik dob 2-t. Mind a 2-t be kell dobni. Ez az, Reinhard Halik. A Kalev Tallinn, a Tarvas, a Lapperanta, az Avignon és a Kolozsvár korábbi játékosa két büntetőjével vezet a Falkó, 13 másodperc van vissza. Már csak 9. És láb, de nem baj. És időt kér Paolo Moretti. Hű, 5 és fél másodperc van vissza. 5 és fél. Kár, hogy nem 3, mert akkor simán oda lehetne ütni. Mármint, hogy a különbség a két csapat között. Figyelj! Nincs 3-as! No three-pont! Oké? Okay? Ugyanezt játszák, mindent vár! Ez az ember, aki bedobja! Ne ugráljon itt, bazd meg, nézze itt az embert, ahova kult, segítsen! Oké? Jó? És nincs hülye pont, ott vagy! És nincs 3-as! Ez a lényeg, oké? Okay? No three-pont! Oké? Okay? Fight, guy! Gyere! Hát, nincs 3-as és 5, harcoljatok! Nem kell sokat harcolni, 5,5 másodpercet kell harcolni, és akkor meg lehet az első hazai győzelem. 1998. november 18-a óta az első nemzetközi kupa győzelme Szombathelyen a Falkónak. Akkor a Riminit egy olasz csapatot vert Kámán Lászlóval a pályán a Falkó. Most itt az esély egy másik olasz csapat legyőzésére. Vénz elcsúszik. És tiszta szerelés! Nincs fújás, vége a mesnek, nyert a Falkó! 75-73-ra! Betakarta Wright, Malik Wade, mint Moszkvát a hó a legjobb pillanatban. Úgy tűnt, hogy egy az egyben megveri az emberét Wade, de jött a gyenge oldalról a segítség. Ott ölelgetik, lapogatják a társak, és ott vigyorog Ryan Wright. Faltot reklamálnak az olaszok, de hiába reklamálják, ezt már nem fogja visszafújni senki. Paolo Moretti gratulál a győztes hadvezérnek és játékosainak. És akkor megvan, 17 év és egy hét után az újabb Falkó győzelem egy nemzetközi kupában. És megint a részes a Kálmán László, igaz, hogy ez